Megy már, megy. Kommunikációs tiszta hajónaplónak. Nagyjából 2 hónapja bolyongunk a korona nevezetű galaxisban. A kollégák kezdenek megőrülni. A nyugdíjasok megvadultak. Ez pedig itt a hírműsor. A mai adásban szót ejtek arról, hogy mennyire csökkentik a sebességhatárokat Budapesten a gyorsforgalmi utakon. Említésre kerül 2 új Ferrari modell, illetve 1 csalással megvádolt milliómos sztoria is terítékre kerül. Tartsatok velem! km/h csökkenhet a sebességkorlátozás felső határa a budapesti gyorsforgalmi utakon. A jövőben még az is megeshet, hogy a mellékutakon az 50 km/h gyorsutak mellett 30 km/h változhat a megengedett sebesség a jövőben. Az előterjesztésben új közlekedés biztonsági és forgalomcsillapítási elképzelések szerepelnek. Ez alatt például azt kell érteni, hogy csökkentett sebességű zónákat jelölhetnek ki Budapest egész területén, valamint a fővárosi gyorsutakon megszűnnének a 70 km/h sebességhatárok. A javaslat indoklása az illetékesek szerint az, hogy ha ennyire alacsonyra korlátozzák a sebességhatárokat, akkor megelőzhető lesz több baleset, illetve több súlyos sérüléssel járó baleset. Szerintem, aki eddig notorikusan gyorsan hajtott, annak aztán tök mindegy, hogy 30, 50 vagy 70 van azon a táblán, így is úgyis gyorsan fog hajtani. Fejlődött a Tesla önvezető szoftvere. Az újdonság szerintem már benne kellett volna, hogy legyen, minden esetre most a 3. verzióban érkezett meg. Az Autopilot mostantól felismeri a stoppjelzéseket és a közlekedési lámpákat is. Az önvezető módra vonatkozó legújabb frissítést április közepén terjesztette ki a Tesla, kifejezetten az úgynevezett Early Access program tagjainak. A hónap fél felé azonban már minden tulajdonos számára elérhetővé vált maga ez a fejlesztés. Hogyha neked is Hardware 3-as Teslád van, akkor ezen túl a teljes önvezető mód, tehát az Autopilot meg fog állni neked a pirosnál, illetve a stop tábláknál is. Én nem tudom, hogy enélkül a funkció nélkül hogy lehetett bármit is teljesen önvezetőnek nevezni, minden esetre mostantól működni fog. Májustól az e-mobi töltők is pénzbe fognak kerülni, úgyhogy már az elektromos autósoknak is csak egyre rosszabb és rosszabb. A Mobility 2019-ben vásárolta meg az e-mobit, májustól pedig mindkettő állomásain csak pénzért lehet majd autót tölteni. Jelenleg 336 e-mobi töltő van Magyarországon, amelynek nagy része ingyenesen használható. Májustól ez másként lesz, hiszen a Mobility töltőihez hasonlóan az e-mobi szolgáltatásért is fizetni kell majd. A 22 kW-os AC töltőoszlopok esetében 80 forint lesz egy kilowattóra, míg az ugyanilyen mutatókkal rendelkező DC töltőknél további 500 forint töltés-indítási díjat kell fizetni. A 43 kW-os AC, valamint az 50 kW-os DC töltőknél szintén 80 forintba kerül majd egy kilowattóra. Igaz, az 50 kW-os e-mobi töltők már április 1-től fizetősek lettek. Nos, én eddig mindig nagyon örültem, amikor elektromos autót kaptam tesztelni, mert pont a ház előtt tudtam tölteni, és pont tök ingyen, és olyan jó érzés volt, hogy fú, de jó, nem hagyok ökolábnyomot, és még pénzembe se került, és most egy hétig tökre védem a természetet, de most már ez is pénzbe fog kerülni, szóval az ingyen jótékonykodás ugye nem létező fogalom. Így járnak a villanyautósok. 2 új modellel is érkezik a Ferrari 2020-ban. A tavalyi 5 bejelentett autóhoz képest azonban ez az idei érkező 2 modell egészen soványnak minősül. Szerintem megerőltethették volna magukat egy kicsit jobban, bárha a járványra is tekintettel vagyunk, akkor még az is durva, hogy ez a 2 kijön. A 2019 éves év vége felé közeledve a Ferrari kereskedelmi vezérigazgatója megerősítette, hogy 2020 a konszolidáció éve lesz az autógyártó számára. Azt azonban sejteni lehetett, hogy tartogat néhány új meglepetést 2020-ra is, most pedig meg is erősítették az idei terveket. Mivel a Ferrari-nak tavaly feltett szándéka lett 2022-ig 15 új modellt megmutatni, nem hagyhatják ki ezt az évet sem, még ha teljesen biztos, hogy az eladások és a gyártás sem úgy fog zajlani, ahogy azt előre gondoltuk, ugyebár a járvány miatt ismételten csak mondom. Ettől függetlenül ahhoz, hogy a 2022-es terveket tartani tudják, kénytelenek bemutatni ezt a 2 új modellt, nem biztos, hogy gyártósorra kerül, a lepel azonban lehúr róluk. Ez tuti. Hatalmas vagyona mellett mesés autó gyűjteményét is elveszíti Najib Khan, a csalással megvádolt milliárdos.
Az R.M. Sotheby's aukciós ház október végén árverezi el a hatalmas gyűjteményt, melynek árfolyama, illetve értéke 31 millió dollár, tehát 10,2 milliárd forintra van becsülve. Az már nem kis pénz, kíváncsi vagyok, hogy az első körben hány autót fognak eladni. A gyűjteményben ilyen autók szerepelnek, mint egy 2006-os Ford GT Heritage Edition, egy 53-as Mercedes-Benz 300S Roadster, egy 93-as XJ220-as Jaguar, egy Bugatti Type 35 1927-ből, egy 30-as Rolls-Royce Phantom 2 Shooting Brake. Egy szóval nagyon különleges, ritka és többségében régi autókról van szó, amelyek elárverezésre kerülnek. Hát nem tudom én, hogy érezném magam az említett indiai milliárdos helyében, de biztos, hogy átáztatnám könnyeimmel a párnámat éjszaka. Bemutatták a Toyota legpinduribb szabadidő autóját. A Toyota legkisebb divatterepjárója a Yaris Cross nevet kapta. Hát ez aztán nagyon kreatív névválasztás volt, gyerekek. A Toyota CHR 4 éve jelent meg a C-szegmensben, így itt volt az ideje, hogy az új Yaris mellett egy B-kategóriás szabadidő autóval is előrukkoljon a Toyota, ami elsősorban az európai vásárlóknak készül majd. A Toyota Yaris Cross modellt 2020-tól Franciaországban szerelik össze az új Yaris mellett. A tervek szerint évi 150 ezer példányban fogják legyártani az autót, reméljük annyi el is kell majd a piacon. A Yaris és a Yaris Cross is a gyártó új, kompakt platformjára, a GAB-re épül, de a szabadidő autós kialakításnak köszönhetően tágasabb teret kínál, annak ellenére, hogy a tengelytáv a Yarishoz hasonlóan 2560 mm lesz. Természetesen, ahogy a Yaris, úgy a Yaris Cross is a negyedik generációs hibrid hajtáslánccal lesz ellátva, nem is vagyok benne biztos, hogy sima belső égésű verzióban meg lehet-e majd vásárolni, minden esetre ez nem sokára kiderül, ugyanis 2020-ban érkezik a Yaris Cross. Nem engednek a kötelező díjából a biztosítók. A díjemelés mértéke viszont lehet, hogy kisebb lesz a vártnál. A koronavírus járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás miatt március vége óta megcsappant a közúti balesetek száma a magyar utakon, a biztosítók ennek ellenére sem csökkentik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díját, azaz a KGFB-t. Ugyan tény, hogy a káresetek száma visszaesett, másfelől viszont az egy kárra eső helyreállítási költségek jelentősen megugrottak. Ennek oka a forint gyengelkedésében keresendő, drágábban lehet alkatrészekhez jutni, meg abban, hogy a szakszervizek egy része megemelte a munkadíj összegét. Emiatt lehet az, hogy áprilisban még egy picit tovább is emelkedtek a biztosítási díjak. Hát ez elég szomorú. Amikor az embernek ugye nincsen szüksége plusz költségekre, akkor gyorsan egy kis biztosítós plusz kiadás. Mindenkinek belefér, gyerekek. Mármint értem én, hogy a biztosító is él valamiből, de mondjuk én balesetet eddig még nem okoztam annyit, amennyi ideje biztosítást fizetek gyakorlatilag teljesen fölöslegesen. Szóval, hát én azt gondolom, hogy ez nem valami szép húzás, de így jártunk. Új modellen dolgozik a Lotus, amely az utolsó mohikán lesz a belső égésű klasszikus hajtású autóknak a gyártócégnél. A brit gyártó minden napi használatra alkalmas belépő szintű modell tervez. Nem is csodálom, hiszen jelenleg is a 2,1 millió dolláros Evian dolgoznak, amely Nagy-Britannia első teljesen elektromos autója lesz, és csupán 130 készül belőle. Ezzel párhuzamosan kezdték meg az új utcai, azaz a halandó embernek is megfizethető autó tervezését. A 2021-ben bemutatásra kerülő modell nevét még nem lehet tudni, viszont az bizonyos, hogy a Lotus utolsó belső égésű motorral szerelt autója lesz, mondta Phil Poffen, a cég vezérigazgatója. Továbbá elég hely lesz benne a mindennapi használathoz, az ára pedig 67 ezer és 123 ezer dollár, azaz 22 és 40 millió forint között alakul majd. Ez az ár jóval barátságosabb, mint a Lotus mostani utcára szánt verziója az Evo-ra, ugyanis annak ára 96.950 dollárnál kezdődik. Az Aston Martin után az Audi is kilép a DTM-ből. A négykarikás gyártó bejelentette, hogy jövőre már nem vesz részt a sorozatban, így a BMW marad az egyetlen konstruktőr. A hétfőn tett bejelentésben az Audi beszélt arról is, hogy így a felszabaduló tőkéjét a Formula E-re, a Customer Racing programjára, valamint a globális koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére fordítaná. A gyártó már a vírus járvány előtt is gondolkozott azon, hogy kilép a DTM-ből, ami nem is csoda, hiszen a Volkswagen tavaly megszüntette a nem elektromos motorsport programot.
Az Audi jelenleg 9 autót, a BMW pedig 7-et indít ebben a szezonban, így tudják megoldani, hogy 16 fős legyen a mezőny. Az R Motorsport által üzemeltetett Aston Martin csapat szezon előtt visszavonult, tehát az Audi kilépése néhány hónapon belül már a második ilyen eset lesz. Úgy tűnik, hogy mindenre rányomja a bélyegét a járvány, illetve nagyon komoly gazdasági problémákat okoz világszerte. Nagyon sajnálom, hogy a gyártók egymás után hagyják el a versenyeket, illetve nem lesznek megtartva a versenyek, vagy csak zárt kapuk mögött. Hát reméljük, hogy minél hamarabb túljutunk ezen a válságon, és 2020-nak boldog vége lesz, és nem sírunk majd itthon a karácsonyfa alatt egyedül. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottál a karantén, fogalmam sincs hányadik hetén. Azt tuti, hogy jövő héten Imeldával találkozhattok, utána pedig megint velem. Amennyiben még nem tennétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövess minket az Instagramon, lájkolj a Facebookon, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!